még mindig nagyon népszerű. Adrien Lewis, ugye itt autogramokat osztogatott odát egy szelfire. Jól érzi magát, de én is egyetértek veled abban, hogy hát hol van az a Lewis, aki 10 éve nyert 2 világbajnokságot, és tényleg sokan úgy gondolták, hogy a nagy előd, ugye a mentor Phil Taylor helyébe léphet majd. Valami eltört nála. Szerintem ő maga se tudja, hogy mi, azóta is keresi igazából a játékát, de én úgy gondolom, hogy azt a rengeteg címet, amit Adrien Lewis eddig összeszedett, ugye különös tekintettel a 2 világbajnoki címre, azt nem a szél hordta össze. Tehát valaki nem lesz a 2-szeres világbajnoki cím mellett UK Open győztes, Európa bajnok, Premier League döntős, World Grand Prix döntős, World Match Play döntős, Grand Slam elődöntős. Tehát ott van az a játék, de azért az is eléggé beszédes, hogy az utolsó nagy tornám jelentősebb eredmény az a 2015-ös Players Championship Finals volt, amikor döntőt játszott. Azóta téve majdnem. Így van, azóta major tornán nem tudott döntőbe jutni Adrien Lewis, és hát most is egy kis szektor 1-esel kezd, de a váltás az már nagyon szépen jön. 2 szektor hiba. Így nézzük, van. Hogy mire megy Sedlacek az első 3 nyillal. Majd azt magyaráz meg nekem, hogy miért gonosz Karesz, Evil, Evil Charlie. Egyébként annyira nem passzol hozzá ez a becenő, mert... egyáltalán nem. Ugye ez ironia? Lehet, hogy van benne. Igen, nem beszélgettem vele erről soha, de tényleg annyira nem passzol hozzá ez a becenő, mert egy végtelenül kedves, nagyon szimpatikus, tényleg igazi bratyizó, mindenkihez van egy jó szava. Nem ez a magamba fordulok, és akkor én vagyok az Isten császár. 180! Na, itt pedig a dárt szerelmesei. Tehát gyengébb kezdés után Lewis magára talált. 180! Miért ne? Sedlacek! 120-ról, Shanghai-ról. Egy tripla 20 kéne, az nincs meg. 41 mindössze. Mondjuk Laci itt azt írja a háttérből, hogy nézzünk rá ezzel a szakállal, meg a kopasz fejjel, mint egy kis ördög. Igen, van benne valami. Mondjuk azt hozzá kell tenni, ugye nyilván ez is a kamerákon keresztül nem jön át, de nem egy égi messzelő, Sedlacek. Tehát nagyon könnyen a hónap alá tudnám kapni én is, pedig én sem vagyok magas. Egyébként Adrien Lewis nagy darab, de csak 185 centi csak. Igen. Megvan a tripla 20. Tripla 18 az már nincsen meg, számolj, 74 van, tripla 14 lett volna a játék, lett belőle szimpla 11, úgyhogy marad a 63, Lewis csak eljutottunk dupla eddig. 20, dupla 10, hoppá, nem jó. Hoppá, 18 nyilat már elszúrt Lewis, erre a legre Sedlacek büntethet. Megvan a tripla 13, dupla 12, dupla 6-os. Nem jó. Sikerül kihasználni. Csak súroltam Lewis hibáját. Lewis jön dupla 10-zel. Messze. Az belül. Dupla 5. Nem jó. Vissza Sedlacekhez. Milyen őrült elsőleg ez. Kidobja be. Dupla 3. Ő nem. Sem. Ez elképesztő. Oda néz, 21 nyíl. Hát nem hiszem ritkán el. Ritkán látunk ilyet ezen a szinten. Megvan az egyes kerekítő, dupla 2, dupla 1. Vissza oda. Megvan! De 24-re. Nehéz szülés volt. Hú-hú. No, akkor a kontraszt. Adrien Lewisnak az első 9 nyílas a 127 pont kereken, a teljes körátlag a 62,63. Nyilván egy legután ennek azért még olyan hú de komoly súlya nincsen. Csak ugye ilyen érdekes dolgokat tud produkálni néha a dárt statisztika. Nyilván ez még bőven fog változni. Persze, de nem egy jó előjel, hogy Lewis így kezd. Sedlaceknek jó esetleg. Végül is megnyerte a leget, tehát azért olyan nagyon nem kell pálcát törni felette. Sedlacek is nagyon régi motoros, ugye idősebb 6 évvel Lewisnál, 43, és már több mint 20 éve játszik.
Igen, nyilván Kelet-Európából, Közép-Kelet-Európából sokkal nehezebb dolga van a játékosoknak oda kerülni. A Sedlacek is két évig turkárdal rendelkezett. Éppen, hogy nem tudott bemaradni a legjobb 64-ben a világranglistán, ami ugye automatikusan újította volna további két évvel a turkárdját. Úgyhogy neki is el kellett indulnia a Q-School-on, de ott nem tudta megvédeni a turkárdot, és emiatt ugye kikerült a körforgásból. Viszont a Challenge Tourokon el tud indulni. Ő egy 130-as dobás Luistól. Hát a Challenge Tourokon el tud indulni, illetve ugye a European Tour selejtezőkön is. Hát meg vannak azért nagy meccsei, meg eredményei. És meg a 118-as kiszállóval egyenlít. Szép. Egy-egy. Hát ugye tavaly ősszel megverte Claytont 6-2-re, és megverte Peter Wrightot is 6-4-re egy ilyen Players Championship fordulóban. Bizony, tehát nem ügyetlen játékos, sőt, hát azért aki olyan eredménylistával rendelkezik, mint ő, meg olyan skalpokat gyűjtött be, az semmiképpen nem mondható ügyetlennek, meg azért véletlenül nem lesz valaki a PDC-nek a tagja két éven keresztül turkárd birtokosként, de nyilván azért neki is a még mindig azért óriási pluszterhet jelent az, hogy neki Csehországból kell átmenni a Szigetországba, hogyha versenyek vannak. Azért ez mind anyagilag, mind pedig fizikálisan elképesztően nagy megterhelést jelent. 140. Ugye nem véletlen, hogy több olyan játékos van, akik nem angolok, de bevásároltak maguknak angliai házat vagy lakást, hogy ott tudjanak élni. Például Devon Peterson is ugye már áttette a hét Angliába, pont azért, hogy ne Dél-Afrikából kelljen mindig utazgatnia. Kis költségkímélés. Ja. Jönnek a triplák Sedlaceknél. 177, egy gyönyörű, 84 ponton, 9 nyílból. Ezt még gyorsan elmondanám, de megvárom megint csak a kiszállókat. Óriási bajban most Louis a saját kezdésénél. 9 a dobás, 84-re kell a tripla 20, menni kell a 14-es ellenfél kiszállón. Ilyenkor nem mérlegelünk. Így van, és a bull. Nem, alá. Nem sikerül megoldani, de ezt kellett játszani ebben az esetben. 154-ről az angol. Nem oldja meg Louis, de nyilván az, hogy most nem oldotta meg, az nem jelenti azt, hogy nem képes bármikor. Itt arról szól a történet, hogy az esélyt megadom saját magamnak, hogy legyen nyilam a duplára, és lehetőleg vegyem el az ellenféltől az esélyt, hogy neki legyen nyilam. Két nyilat meg lehet oldani. Meg is van! Meg is csinálja 14 nyilas játékkal. Vezet a cseh. No, hát ugye Adrian Louis turkárd birtokosként indult el a selejtezőn, februári selejtezőn, amit február 11-én játszottak Wigenben. Neki kettő mérkőzést kellett játszani, hogy bekerüljön erre a tornára. Andrew Gildinget 6-1-re, Ron Mühlenkampot pedig 6-3-ra tudta legyőzni. Mi Karel Sedlaceknek úgy nézett ki a menetelése, ez ugye múlt héten szombaton volt itt Budapesten, a Smile Darts Clubnak a termében, hogy a 16 között 5-0-ra győzte le Prés Nándort 84,44-es átlaggal, aztán a negyed döntőben a szlovák Juraj Vindist 91,83-as átlaggal 5-2-re, az elődöntőben a szlovén Benjamin Pratnemert 92,23-as átlaggal 5-1-re, és a döntőben Kovács Patrikot 92,04-es átlaggal 5-2-re. Tehát ez az útja volt. És ha Patrik nyeri, akkor mi van? Akkor Patrikot néznénk most éppen. Felébe. Ugye? Ilyen kevésen múlik. Bizony, bizony. 98-as kör Luistól, akinek ugye a legutóbbi VB sem volt a legjobb szereplése, ott még Campbellt megverte, aztán kikapott Gary Andersontal. És hát igen, utoljára trófeát, amit fölemelhetett, ez a UK Open volt 2014-ben. Akkor volt 29 éves. Megvan az első tripla. Második fölötte. Ott marad? Ott marad. Igen. 44-re faragja le Louis, 160-ról, az első tripla jó, a második is jó, nincs benne a dupla 20, szép lehetett marad volna. A 40 pont, pedig 12, és a dupla 16-ra 2 nyíl, de egy is elegendő Karel Sedlaceknek. Ilyenkor miért nem 4 dupla 20-ra megy, vagy mindegy? Ez? Neki az a sémája. Neki az, aha.
És mindig ehhez ragaszkodik? Ha ilyen helyzet van, tehát hogy 44-re? Nagyon ritka az, amikor egy játékos úgy dönt mérkőzés közben, hogy eltér az eredeti sémájától. Phil Taylor volt ennek egyébként a nagymestere, aki folyamatosan variálta, például 52-nél egyszer 20 dupla 16, egyszer 12 dupla 20, éppen melyiket érezte komfortosabbnak, mind a kettőt egyébként ugyanolyan hatékonysággal tudta dobni. Hát azt ugye tudni kell, hogy az összes kiszállónak, ugye 170-től a kettővel, tehát a dupla egyel bezárólag, nyilván vannak olyan kiszállók, amiknek csak egyféle variációja van, de összességében az összes kiszállónak körülbelül olyan 80 ezerre tehető a variánsa, tehát abból azért bőven ki lehet hozni egy olyan kiszálló táblát, ami úgy mindenkinek a sajátja. Nagyon parádés. Szép. Nagyon szép. 168-al marad a 90, elképesztően játszik Sedlacek. Könnyen lehet 4-1. Hűha, most aztán szarul a kapca az Eloise-nál. A végén megérkezett egy tripla, így lent van kiszállón, úgyhogy Karel Sedlacek dobáskényszerben van. Nem megy rá ennek ellenére a búra, viszont a dupla 8-ra lesz egy nyila. Gyönyörű megoldás 94-re, 12 nyilas játék, 4-1-re vezet a cseh. Hát ha a meccs előtt azt mondják, hogy Luis vezet 4-1-re, azt mondom, rendben van, de így? Egy 24 nyilas játék után, amit olyan nagy nehezen Luis behúzott még az elején, ott állva hagyta gyakorlatilag Sedlacek Adrien Luist, a kétszeres világbajnokot. És nagyon jó az átlaga. Ebben is maga mögött hagyja Luist. Remekül játszik Sedlacek. És tényleg ez most számomra egy olyan szituáció, hogy az egyik szemem sír a másik nevet. Vagy mondhatnánk poénosan, hogy az egyik szemem sír a másik üveg. De itt most nyilván bennem azért tényleg ott van az, hogy Karel Sedlacek személyében nagyon jó barátom játszik Adrien Luis ellen. De mellette nagyon-nagyon sajnálnám azt, hogyha Adrien Luis es neki, mert tényleg úgy gondolom, hogy egy ereje teljében és a játék a legjavát nyújtó Adrien Luisra elképesztően nagy szüksége lenne ennek a mezőnynek. Hát most kéne a legdobnak lennie, ugye 37 éves. Nagyon fiatalon berobbant, azért ne felejtsük el. Bizony. Az évei elején. Bizony, hát azért ne felejtsük el, hogy még konkrétan nem töltötte be a 26. életévét akkor, amikor az első világbajnoki címét megnyerte 2011-ben. Ugye januári gyerek, csak nem január 1-én, hanem a jól emlékszem, január 24-én született. Megnézed ezt nekem? Így vágott, hogy januári? Egyébként igen. Nem, január 21, bocsánat, 3 napot tévedtem. Jön a tripla, 146 Luis. Meg lehet oldani. Meg, de mai formájában az óriási bravúr lenne. Nem. Alatta van az első. Váltásban sem jön egy előre. Na, a végére megérkezett egy tripla 18. 54 pontot hagy ezzel magának Luis. Sedlaceknek kell a 20-as, az a helyén, 2 nyíl a duplára. Még jó lehet, az kicsit kiáll. Az 5-1-es vezetésért. És megcsinálja! Óriási! Megcsinálja Karel Sedlacek, 5-1-re vezet. Hát innentől kezdve ezt a meccset csak elveszíteni tudja. Bizony. 5 leget kell ugyanis Luisnak nyerni zsinórban, hogy tovább menjen. Érik a meglepetés. Verte már meg különben Luist? Nem volt még egymás ellen hivatalos mérkőzésük, legalábbis én nem találtam ennek nyomát. Molnár Lacira csak annyi, hogy nem is Krampuszra, inkább ilyen jóságos dzsinre emlékeztet engem erre Sedlacek. Aki teljesíti az ember minden kívánságát. Hát most a cseh szurkolók szerintem mámorosan ünnepelnek, de még nincs vége. Még nincs bizony. Nincs vége. Nincs bizony, és ilyenkor egyébként a legkönnyebb kiengedni. Tehát amikor érzem azt, hogy jól megy a játék, érzem, hogy az ellenfélnek nem megy annyira jól, érzem, hogy már csak egy nagyon pici kellene ahhoz, hogy meglegyen a siker. 180! Bizony, azért ilyenkor... Luis világbajnok volt. Bármikor megrázhatja magát. Bizony, úgyhogy még nagyon oda kell figyelni. Messze van még ennek a meccsnek a vége. 81-es kör. Csak a vezetés. Tartja a lépés Sedlacek. Tripla 17. Az és is a bulla végére! Majdnem. 25 marad, nézzük Sedlaceket. Ez is megoldható. Igen, elismerően mutat. A 20-as szektornál. Elismerően jelezte, hogy szép megvan is élet volt. Megvan az első tripla 20. Na de. Ott igen, a második meccsnyíl! Alatta van! Mekkora lett volna!
Luiz jön! 9-essel! Dupla 8! Dupla 4! És nem csinálja, meg! Újabb három meccs nyílt Sedláček előtt! Itt lehet a mai nap meglepetése! Jó helyen van! Dupla 5! Nem! Megremeg a keze! Vissza Luizhoz! Dupla 4! Az életben maradásért! És azt már megcsinálja! 5-2! Húmit hozott vissza! És Húmit szúrt el Sedláček! Kérdés, hogy ezt most fel tudja dolgozni. Ajaj, nem valami prima a kezdés, két tripla ötös. 49 mindössze a kör. Itt az esély Luiz előtt. Nagyon jó a válasz. 140. Próbál továbbra is higgadtan dobni Sedláček. 100-as. Igen, itt most arra kell nagyon, nagyon fókuszálnia, hogy ne veszítse el a türelmét. 95, nincs vele megelégedve Luiz. Komolyabb hiba Luiznál már nem fér bele. 140, így meg aztán végképp, hogy Karel Sedláček ott van, azért látótávolságon belül váltani kell 19-re. Maradni kell 19-en. 134 marad a 132, kiszállón van az angol. Sedlacseknek kellene egy 180 vagy egy 140. Egy tripla ott van a helyén. Százas lett belőle, 112. De izgalmas ez a legis. Egy fokkal könnyebb kiszálló, mint a 132. Viszont Luiznak nem lesz meg a kiszálló. 19-esen a tripla nem jön. Mindössze 58 a dobás, 74 marad. 112-ről a cseh. Megvan a tripla. Meccsnyíl, újabb meccsnyíl, dupla 16-on. És azt megcsinálja Karel Sedláček! 6-2! Óriási játék, 94,42-es átlaggal. A mindenit. Hát ez elképesztő. Éppen azon vitatkoztunk, hogy lesz egyáltalán meglepetés ezen a tornán. Hát tessék, és van. Tessék, vaskos meglepetés. Karel Sedláček tehát megnyeri szegény Seresbe, de eddig eltalálta az összes mai mérkőzés eredményét, kivéve ezt. Szerencsé nem tett rá nagy pénzt. Így járt. Na úgyhogy ezzel a mérkőzéssel zárul a mai program, kedves nézők. Sedláček tehát kiütötte a korábbi kétszeres világbajnokot, és folytathatja tovább. Várjuk még meg szerintem, mit mond. Megérdemli, szóval ilyen győzelmet aratni. Várjuk meg. Hát ha. Egészen elképesztő. 94,4-es átlag. Végül 35%-os kiszállózás, 118 volt a legmagasabb kiszállója. Karel, 6-2 win against a two-time world champion. That is not a bad way to start a weekend. Hát nem volt egy rossz kezdés ezen a hétvégén. Fantastic, fantastic for me. I mean, you've had a couple of fantastic days as well. I mean, you did really well at the East Europe qualifiers. Now you kick off your weekend here like this. You are a man in form. Igen, már ugye a selejtező megnyerés is nagy dolog volt, továbbra is formában volt. Sőt, ugye mind a négy selejtezőt megnyerte a múlt hétvégén, és most pedig megverte Adrian Lewis, tehát hogy valóban jó formában van. És ugye pont ő is azt mondja, hogy mennyire nehéz a mi helyzetünk, tehát a kelet-európai játékosnak a helyzet, hogy mennyire nehéz eljutni ide. I think so fantastic and so much. Thank you so much for all. Megköszönjük a közönségnek. Karel, congratulations on a fantastic win. Gyorsan arra van idő, hogy gyorsan elmondanám azt, hogy akkor holnap hogyan fog kinézni a program. Kezdjük a délutánnal. Ugye 8 mérkőzés lesz délután is, 8 mérkőzés lesz este is. Délután Krzysztof Ratajski, Jamie Hughes, Rob Cross, Martin Klirmaker, Dirk van Duivenbode, Darius Labanauskas, Damon Hatta, Martin Lukman, Ryan Searle, Vincent van der Voort, Dimitri van den Berg, Ellen Sutar, Luke Humphries, Daryl Gurney és Joe Cullen, Ricky Evans. Ez lesz a délutáni etap, és akkor este José de Souza, Kim Huybrechts, Michael Smith, Devon Petersen, Gabriel Clemens, Dave Chisnall, Michael van Gerwen, José Justicia, Peter Wright, Martin Schindler, Johnny Clayton, Scott Waits, Kellen Rids, Mansur Suljovic és Chris Dobby, Karel Sedláček. Ez lesz tehát a holnapi 16 mérkőzés. És
Csabikám. 13 órától várjuk Önöket vissza, tehát szombaton az Arena 4 Plus felületén. Mára köszönjük a figyelmüket, Zsolt, várunk vissza holnap, vasárnap. Viszontlátásra. Viszontlátásra, viszonthallásra.